Azonosító SCP-2014 Besorolási osztály Euclid Speciális tárolási körülmények SCP-2014-et egy kifejezetten gekkók számára kialakított mesterséges környezetben kell tartani a 27-es számú telephelyen. Gondozását a nyílt forráskódú 2014 kötőjel A számú bleparis Macularius igényeiről szóló dokumentum alapján kell végrehajtani. SCP 2014 használhatja a gördeszkát rekreációs célnal, ha jó magaviseletet tanúsít, azonban egy anesteziológus felügyelete szükséges arra az esetre, ha szökést kísérelne meg. Leírás. SCP 2014 kifejlett, himnemű, Eubleparis macularius fajhoz tartozó Gekko, magyarul leopárd Gekko. Hossza 8,5 cm. SCP 2014 fizikailag megkülönböztetetlen más a fajhoz tartozó egyedektől. SCP 2014 értelmes és telekinetikus képességekkel rendelkezik. Ezen képességeivel távolról tud manipulálni tárgyakat. SCP 2014 bármilyen objektumra hatást tud gyakorolni a 24 méteres körzetében, tekintet nélkül arra, hogy látja a tárgyat vagy sem. SCP-2014 Zsar Magot néven azonosítja magát egy extradimensionális entitásként, akiről azt gyanítják, hogy több vallási szekta létrehozásáért felelős, emellett több bűncselekményért, mint gyilkosság, lopás és közszeméremsértés. sértés. SCP-2014 1998. február 21-én került az alapítvány látókörébe Kaliforniában, mikor egy Los Angeles-i gördeszka versenyen az egyik versenyző fizikailag lehetetlen mutatványokat mutatott be. Később kiderült, hogy a versenyző egy okkult rituálét hajtott végre a gekkóján, hogy megidézze zsarmagot tudását a házi a testében. A versenyző SCP 2014-et a zsebében tartotta a verseny alatt, hogy a telekinetikus képességét felhasználva előnyhöz jusson a bajnokság során. A szemtanukat B-osztályú amnesztikus szerekkel kezelték, Kiegészítés. Kihallgatási jegyzőkönyv. Interjú alany, SCP-2014. Interjúztató, Doktor. Előszó. SCP-2014 számára egy tollat és papírt biztosítottunk, amelyeket telekinetikusan mozgatva kommunikált. Válaszait szó szerint rögzítettük a jegyzőkönyvben. Dokumentum. Doktor. Hello, SCP-2014, hallasz engem? SCP-2014, tisztán és értetően, doki. Doktor, szeretnék feltenni néhány kérdést, ha nem bánod? SCP-2014, persze, érdekesen hangzik. Doktor, a test, amiben vagy, nem a valódi tested, igaz? SCP-2014. Így van, megszálltam ezt a hüllőt, amikor az a vézna srác megidézett. A srác egy gördeszka versenyen akarta villogtatni a tudását. Rögtön láttam, hogy egy kezdő, aki sablon mozdulatokat Nem akartam elhinni, hogy ezért idézett megvágod. És a kis csíra még csak áldozatot sem mutatott be nekem. Mai gyerekek nem olvasnak Lovecraftot. Doktor, ez a személy azért idézett meg, hogy előnyt szerezzen a versenyen? SCP-2014. Ja, a kis azt akarta, hogy gonosz erőmmel javítsam fel a képességeit egy kicsit. Semmi kifogásom ellene, de ha engem kérdezel, meg kell dolgoznod azért, amit el akarsz érni. Csak gondolj bele, szekták tucatjai loptak, gyilkoltak és cselekedtek a nevemben. Doktor. Akkor miért segítettél neki? SCP-2014. Hadd legyek őszinte, Doki. Minden szabály alól van kivétel, és az esetemben ez a kivétel a gördeszka. Soha létezésem során nem láttam még ehhez hasonlót. Karában azt gondoltam, hogy csak egy csomó csicska vagytok, akiket boldogan elpusztítok, ha elég erős leszek. De most már jobb ötletem van. Doktor. Értem. Szóval azt állítod, hogy interdimenzionális jelenség vagy. Mesélnek kicsit arról, honnan jöttél, és vannak-e ott még hozzád hasonlók? SCP-2014. Ez elég őrülten hangzik. Ahonnan jövök, vannak bolygók és csillagok, csak úgy, mint a ti univerzumotokban. De az élet nem ugyanolyan. Vannak ott bolygó méretű csillagokkal táplálkozó kristálykígyók, beteg villámló viharok, amelyek megtermékenyítik a földeket és mechanikus növényeket teremtenek. Vannak jeges óceánok, amelyekben gyémánt anyag teremnek, és vannak még szárnyas húsevő tojások is, meg egyfolytában Spice Girls dalokat énekelnek. És igen, több milliárd olyan srác van, mint én. Pokolian néz kiemelkedni a tömegbe, hogy valaki megidézzen téged és áldozatot mutasson benneked. De én itt vagyok. Doktor. Mi történik, ha megsemmisül a jelenlegi tested? SCP-2014. Akkor hazakerülök. És ha nem kapok egy áldozatot, a feleséges a kis takonypósz nem nagyon lenne elragadtatva. Doktor. Van egy feleséged és gyereked? SCP-2014 Haver, Léci, ne is emlékeztes rájuk. Doktor, jól van, ennyi elég az interjú, az. Köszönjük SCP-2014. SCP-2014 Hé, hey, kérhetek egy szívességet? Doktor, az attól függ. SCP-2014 ha volna egy kis időd, eljöhetnél velem deszkázni. Taníthatnék neked pár pusztító mozdulatot, ha van kedved. Doktor, majd meggondolom. Dokumentum vége.